Mielőtt elindult, hangold magad a parti zenék birodalmára. Diszkómánia. Minden szombat este a 93.4-en. Diszkómánia. Halló, halló. Na, halló. Szervusztok, Norópkik. Szevasz, Jani. Te ismered, hogy ki ez? Hát hogy? Hát kézzel, de várj, Jani, elmondom itt a... Hogy a... Kérdezzel, hittelek benneteket. Mit csinálsz? Na, a többiek is itt vannak. Nagy a hangerő. Na. Nagy a buli, nagy a buli. Na, figyelj csak, hogy a hallgatók tudják, ugye Csabi se tudja, hogy mi a helyzet. Nem, én már beszéltem az előbb a Janival, ők a kollégáim, képzeld el, és kimaradtam egy hatalmas nagy buliból. Mi szerint ők most elmentek, és hát most már hazafelé tartanak, ugye, egy bizonyos helyről, ahol degeszre zabálták magukat. Ugye? Sőti gurul, tudálom! Ajajajajaj. Na jó, a srácok, mi legyen a dal, amit kérnétek? Kérésére a Coco Jumbo! Coco Jumbo, jó? Rendben van, vigyázzatok magatokra, aztán további szép estét és jó étvágyat! Jön nektek, szevasztok, jó utat! Kaja pianők, 7 személyes autó, amelyben hatan utaznak, és benne a Coco Jumbo, Ringot jobbra-balra, azt a minden ide kiabálos hangulatot. Az igazi zsiványok. Kár, hogy nem lehettem ott. Nagyon sajnálom. Hát srácok, remélem, hogy azért gondoltatok rám is, és aztán dupla kaját ettetek. Hát, gondoltak, mert felhívtak téged. Igen. Ez... igen. Igen. Na, jó kollégák lehetnek. Igen, hát imádom őket. No, menjünk tovább. Diszkománia. Rádió Damas Diszkománia. Háló, háló. Hello, hello. Hello. Hangzavaros, jó estét. Don Száli. Szevasz, Száli. Egy Cici, kecs meg a mixet, szeretném. Az ki, mi ki az az előadó? Nem ismerjük. Bővebbet róla, légy szíves. Sosem hallottuk. Nem. Ki az? Még tudom én. Nem tudod, ha te nem tudod, akkor mi hogy tudjuk? Majd megkérdezzük a fiadat. A fiad jobban tudja. Igen, az előbb beszéltünk vele, nem tudom, hallottad-e. Igen, a fiad korábban élt. Korábban élt, mint te. Te még nem vagy beérve. Igen, agyilag mi? Az biztos. De piszkos életű vagy. Hallottam egyébként. Hallottad? Valami. Ja, nagy falatozásban voltak, úgyhogy utána hazafelé felhívtak minket, aztán leadtuk nekik a Coco Jumbo-t. Jó, neked pedig akkor jön ez a bizonyos Cici Kecs, akit nem ismerünk. Akit nem is, majd bemutatlak neki. Jó, rendben, meghallgatjuk, majd levéleményezzük. Na, legyetek jók. Köszönjük szépen, hogy hívtál. Szevasz. Alright everybody, come on! DJ Bobo és a Let the Dream Come True című dal, már is tudok rendesen beszélni, de hát így a műsor vége felé már elképesztően sokrétűek vagyunk, és annyira sokrétűek vagyunk, hogy bejött ide néhány kancica. Hát szevasztok! Mi a helyzet? Sziasztok! Elképesztő mennyiségű ember van itt a stúdióban. Ja, hát ugye a műsor folyamán már beszéltünk arról, hogy a kollégáim elmentek a pocakjukat megtömni, és most bejöttek ide hozzánk, úgyhogy 9-en vagyunk itt a stúdióban. Nem tudom, aki járt itt, az tudja, hogy nagyon picike, és itt ketten épp, hogy elférünk. Ja. Úgyhogy 9-en be vagyunk ide tömörülve. Szevasztok! Hello! Szevasztok! Hello. Képzeljétek el, hogyha most ti is 9-en vagytok itt, volt, amikor már lánybúcsúsok jöttek ide. Na, szeretik. Ja, csajokkal volt tele, és ennyi csaj volt, mint most. Volt lihegés. Hát szebbek is voltak, meg kell mondani. Na, és mit tettetek? Hát, azt inkább nem nyerse mondanánk, puhára főzöm, mert annak is minősülne. Tényleg? Miért? Fiha, ha azt mondod, hogy... Ja, Barello, Jani. De hogyha azt... Ha azt mondod... De ezt csak mi értjük, nyugi. Igen, igen. Semmi gond nincs. Azt hiszik, hogy ez a vezeték neve. Mondd úgy, hogy egy olajtartály. Ja. Hú, kezd kínosá válni a helyzet. Nem, de semmi nyugi. Semmi kínos. Csak ő is tudom, nem én. Én szoktunk így mulatozni egyébként. De jó lett a hangulat. Figyelj, egyébként simán hamburgert voltak enni. Hamburgert? Csak azt tettetek? Vagy volt krumpli is? Nem. Volt hozzá krumpli is. Meg kóla. Hát ez a tipikus magyar étel. Hamburger, krumpli, kólával. Hát ez amerikai étel pont. Hát azért mondom. Ja, most volt az érettség, jó van. Most megünnepeltük a bankettet. Szuperek vagytok, hát igazán mondom. Irigyellek benneteket, megmondom őszintén, hogy azért szerettem volna elmenni, de hát a munka az első. Igen, tulajdonképpen. Nézd meg, kifújja le. Csak ezek a fickó. Na, azért, hogy ilyen szépen összejöttetek, mondjátok, hogy mit szeretnétek hallgatni, illetve minek kit küldenétek, vagy ki küldenétek ki őt, vagy most mi van? Na, van egy dal, amit lejátszunk nektek. De csak a 80-as, 90-es évekből. Jani, Bodzsi, melyiket? Alice DJ Back in My Life. Hát én megkeresem is, jó? A 90-es évek végéről. Az a helyzet, hogy... Figyelj! Sőt. Az a helyzet, hogy nem ezt adom le, hanem a Better of Alone-t, mert hogy pontosan 2 órával ezelőtt játszottuk le ezt a dalt. Jó? Mm-hmm. De jó lesz az?
Na, na akkor remélem, hogy mulattok rá, mert szól nektek. Szóval ennek a 9? 9 ember? Hát most 9 ember, ők hatan vannak. Aztán, hogy... Meg a Jani hasa. Szóval miket, amit te gonosztok? Na jó, srácok, köszönjük szépen, hogy bejöttetek, akkor szól nektek. Ciao. Alice DJ. Alice DJ a fiataloknak és a Better Off Alone című dal. 21 óra, 22 óra múlt 1 perccel, az a helyzet, hogy véges a műsorunk, itt a vége az élő műsornak, de természetesen a reklámot követően is maradjatok a 93.4-en, és persze a Diszkó Mániával, hiszen Zsú volt, vagy ki jönnek, igen, a visszaérkezik? Zsuzsinak jön, Zsú. Hernádra nagyszerű zenéket válogatott össze, egy-kettőt elmondok belőle, jó, tehát lesz itt Bonnie Tyler, Weather Girls, Pointer Sister, Vamps, vagyis Vem, Dead or Alive, Gloria, Estefan King, Earth in the Fire, Bros, és a Four Taps, nagyszerű dalok, érdemes lesz itt maradni, kizárólag a 80-as évekből. Én megköszönöm, hogy itt voltatok, nagyszerű diszkománia volt a ma is, mint ahogy ez lenni szokott mostanában, de ma igazán, tehát köszönjük mindenkinek, nektek is, srácok, akik még itt vagytok, és Németországból is bejelentkeztek, nektek is köszönjük. Tehát... Nagy volt a szerelem, az, igen, az igazság. Igen, igen. Igaz? Struppi. Köszönjük, hogy részt vettél a műsorban. Köszönjük, hogy részt vettél. Megköszönte, tehát azért mondhatom, hogy billegtette a fejét. Igen, igen. Igaz? A kis rigalovas. Oké, okay, igen. Te is három lábon állj, mint a zongora, jó? Ja, standarden alszom ma este, mi? Oké, okay, na. Na. Köszönjük akkor... szépen. Szevasztok. Sziasztok.